Tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit. Ez elvonulásunk utolsó beszéde és megkérdezhet nők, hogy ugye miért vagyunk ennyire szószátjárak. Tehát négy beszéd tíz nap alatt, ez már kezd valami másra hasonlítani, mint egy zen elvonulás. Bár vannak olyan hivatalos és veretes buddhista irányzatok, ahol még ennél is több van. Tehát van, ahol naponta, és ott is tíz nap az elvonulás. Miért kellett Miért volt erre szükség? Értettek és miattatok. A rezik és az idült bejárók a megmondhatói, hogy minél több időt töltesz itt, és minél tisztába tudatod, annál jobban látod a különbséget a külvilág és a templom terek között. És amit behoztatok tíz nappal ezelőtt, az katasztrofális volt, és ez nem a ti hibátok. Olyan karma rakódik most az emberi mezőre, amit mi teremtettünk emberek egymásnak, közelről és távolról, és ennek a lenyomata olyan szenvedésteli, ami azt hiszem az elmúlt években az egyik legrosszabb. Mindaz, amit az elménkben, a tudatunkban viszünk, mint szenvedés lenyomat. Mint az életre adott olyan válasz, hogy ezt így nem, de mégis el kell viselni. El kell viselni az egyén saját maga tökéletlenségének szintjén, a párkapcsolat szintjén, és itt, aki már eleget tapasztalt ebben a világban, az látja, hogy amikor közel érsz valakihez, és a másik közel ér hozzád, akkor abban a felbontásban, amit intim zónának hívnak, minden hibád megjelenik, és a másik összes hibája megjelenik. Hát nincs olyan kapcsolat, ahol ez ne lenne. Az igazi kérdés, hogy ezzel mit kezdünk. A családi karma ugyanilyen. Tehát ha elég közel vagy a másikhoz, és elég időt töltesz vérségi kapcsolatban, nyomban kiderül, hogy neked miért nem jók a szüleid, miért nem jók a gyerekeid, miért van baj a nagyszülőkkel. És ezek mind, mind éves nézetek. Az összes ilyen duális reakció illúzió. A legerősebb, amikor a csoportkarma szintjén van ez, akkor háborúban állunk egymással, akkor tömegek semmizik ki a tömegeket, akkor tartós, abszolútnak kikiáltott alá és fölérendeltségek születnek. És ezek olyan típusú szenvedések, amelyeket mindannyian viselünk, akár a tudatos, akár a tudattalan mi voltunkban. Tehát az igazi kérdés az, hogy mit kezdünk ezzel. És a mai két bevezetőben nagyon jól lehetett hallani, hogy a darmának, a szangának és a buthának mi a menedék funkciója. Tehát lehetsz te szerencsét hozó hold, égő fa, vagy pedig tengernyi cselekedet, lelked egy van, akárhány nevet aggatunk magunkra, vagy szerzünk. És hogyha nem is vagyunk házi vagy kórházi orvosok, az élet négy igazságát, a szenvedés tényét, okát, megszüntetését és a megszüntetés útját látnunk kell, különben nem vagyunk egész emberek nem látjuk be, hogy ezen a Földön valójában mi van. És igen, van kiút a szenvedésből, ne hozd létre. De ha létrehoztad, akkor nem ást okolj ezért. Ha létre tudtad hozni, megtalálhatod a megszüntetésének a módját, és járhatsz is az úton. Ehhez viszont pont arra az önképvesztességre van szükség, amit üveghangon és röngentisztán az interjú szoba ad meg, ahol te folyamatosan abba ütközöl, hogy nem tudod. Egyetlen egy interjú nem ért úgy véget, hogy te tudjad. Közben úgy helye, közzel. És közben ilyen kérdésekkel bombáznak téged odabent, hogy száraz szaraboton három font len azonos vagy különböző. Vagy miért ment Bóti-darma Kínába? És ez egy világvallás. Tehát nagyon érdekes az, hogy mi kell az elmének a saját álmaiból való felébredéshez. Mi kell ahhoz, hogy te tényleg egész ember légy. És kiderül, hogy ha az életet és a halált a maga körforgásában nem vállalod, akkor annak a középpontjához sem tudsz elérni, ahol nem mozdul semmi, ahol nem keletkezik semmi, nem szűnik meg semmi. Tehát paradox módon az élet, a halál, a szenvedés, a boldogság, ezeknek a kettősségeknek a vállalása, meglátása, a tatvájuknak a megismerése, a természetük megismerése az a kulcs ahhoz, hogy meghalad őket. És mihet az elhárító mechanizmusaink érvényesülnek, akkor a ránkesső szenvedést elébb részt, azt le akarjuk tagadni. Pont ez az akadály az úton. És ez nem felhívás önkínzásra, hanem arról szól az élet, hogy lásd. És ha megláttad, akkor tudsz vele kezdeni valamit, amit nem mersz, nem akarsz meglátni, az a tudattalanodból szépen mérgez, pusztít. Úgyhogy... Egyenesen előre, ahogy Szungszán mondta, csak a nem tudom. Only go straight, don't know. Na most ezt az elején nagyon nem értettem. Tehát kb egy év volt, amíg felfogtam, hogy ennek a nem tudomnak úgy használati értéke is van, aztán ahogy elkezdett működni, úgy egyre jobban hozzászoktam, és most már nem tudnám így az életet halált elképzelni nélküle. Ugyanis az intuíció, amire annyira vágyunk, ez szent grál, ugye? Az intuíció, mint a pszichédnek a legjobb kis szikrája. Igen, ám csak, hogyha tényleg arról beszélünk, ami az intuíció, és nem csak az érzelmi vagy értelmi intelligencia, akkor az nem te vagy. Az a rajtad keresztül működő önvaló. Tehát az önvalód legtisztább működése és megnyilvánulása az intuitív szikra. Ezért gyakoroljuk a nem azonosulást, ezért gyakoroljuk a tiszta tükrözést, ezért viseljük el az önképesztést ezért látjuk be az élet és mi magunk tökéletlen, mulandó és függő voltát. Enélkül nem szabadulsz meg. Kinek van kérdése? Hogyan tudnák jobban gyakorolni, vagy mi lenne ehhez a helyes gyakorlat, és elmesélem most, hogy miről van szó. 19 éves voltam, és bolondulásig szerelmes, és katonasságtól fölvezényeltettem magam a Honvéd kórházba, majd kiszöktem éjszaka, elmentem a kedveshez, beletöltöttem az éjszakát, és vissza akartam szökni, csak elcsapott egy autó 70-nel. És az történt, hogy nem emlékszem, itt gyakorlatilag egy két és fél órára teljesen kiesett, és valamit összerakott az elmém erre a területre, de jelen volt az életemben egy óriási fájdalom, ami kicsapta a biztosítékot, iszonyatosan energiusnak éreztem magam, és csodálatosnak éreztem az életet a másik oldalon. És, a, és gyakorlatilag utána három napig nézegettek, és semmi bajom nem volt. De a racionális világnézetem ott ketté törött, és azóta azt éreztem, hogy ezt nem tudom megmagyarázni, és onnantól kezdve gyakorlatilag keresővé váltam ettől az élménytől. A kérdésem az, hogyha ez most előjött, ezzel van-e más dolgom, vagy csak üljek? Mert eléggé zaklat. <laughs> az elmét tett félre az, hogy a tárház tudatból ez előjön, az nem mozdítsa be a hatost hetest. Tehát a fogalomalkotót és megkülönböztetőt. Ezt addig fogod nézni, ameddig poláris élmény fűz hozzá, már pedig az, ez a story, ez gyakorlatilag egy HBO film, úgy, ahogy van, széles vásznon, és hát a, az egyetlen egy alcím a főcímhez, amit te választasz meg, hogy és nem figyeltem. Pont. Tehát nagyon fontos, hogy az ember a legnagyobb szerelem, a legnagyobb csíntevés, a legfiatalabb hév közepette is figyeljen. De a fiatalság pont arról ismerszik meg, hogy ott a hév, de nem figyel. És ez a sok-sok megmagyarázhatatlanság közepette egyre rosszabb lesz, hogyha adja a dolgozó rajta, és ezért úgy ö, együttérző szívem legmélyéből tanácsolom, hogy ezt ne tedd. Én azt gondolom, hogy aki útkereső, annak az ego burka valahol fájdalmasan reped. Tehát valamilyen traumát tapasztal. Ez a buddha idejében is így volt, ővele is így volt, az életrajz nagyon jól dokumentálja, az ő világképe akkor törött, amikor a palotából lépett ki, nem a kórházból, és szépen végigment azokon a fázisokon, hogy rájött, öregség, betegség, halál, és látta ott a gyakorló jogit a falat. és akkor megkérdezi a kocsisát, hogy csunda a királyokat is eléri a halál? Igen. A királyok is megbetegedhetnek? Igen. A királyok is megöregszenek? Igen. És miért van ez csunda? Ó, magasztos azért, mert a királyok is megszületnek, és mindenki, aki megszületik, az megöregszik és meghal. Akkor nekem így ez az élet nem kell, mondja a fiatalos hévvel a királyfi. Haját le, kaszba való tartozásnak vége, kilép a társadalomból, és iránya az erdő az öt aszkétatással, meg egy csomó minden, amiről a hat év alatt ugye nem tudunk, mert azt nem írta meg naplóban, azt azért elolvasnám, Budha naplója. Ma három szem borsót tettem a kertből. Tehát profanizálás nélkül az emberünk Többször majdnem meghalt, és világos, hogy magas hegyen is járt, erdőben is, meg egyéb helyeken is, nem tudjuk, mit csinált. De megtalálta az útját, mert a traumájára nem volt hajlandó tipikus és kompromisszumokkal terhet választ elfogadni. És akik itt ültök a teremben, ti nem vagytok olyan kifejezetten kompromisszumkészek. Különben nem itt ülnétek, hanem valami nagyon-nagyon előre gyártott, spirituális konzerv választ elfogadnátok, és nem lennétek hajlandóak a saját szenvedésétekből kiköpülni a választ. Már pedig itt ez történik. Tehát akármilyen informatívnak tűnik a darna beszéd, én valójában nem mondok neked semmit. Arra lelkesítelek, hogy ne gondol túl. A működésmódot igyekszem vázolni, de helyetted nem látok meg semmit, mert azt a te szemeddel kell. Ha egy picit segíthetek elmozdítani az akadályokat, akkor már ez a beszéd betöltötte a célját. Tehát minél jobban el akarod gondolni, annál jobban magadra tekered a halászhálót, és utána be is ugrasz a tengerbe. Hát nem így kéne, eredetileg halat akartunk fogni, és hogyha a gondolkodással a halászhálót magunkra tekerjük, akkor a karmánk súlya, 25 kg vas, nagyon szépen lehúz a tenger mélyre, és akkor tátogunk egy ideig, mint a halak. De mivel koportyús légzésünk nincs, belepusztulunk. Tehát ezt ne. Ezt ne. A szenvedésbe bele lehet pusztulni, el lehet veszíteni az inkarnációt. És nem ez a cél. Addig látod, amíg a traumának van duális polaritása, magyarul jónak vagy rossznak éled meg. És amennyire lehetetlennek tűnik az elején, ahogy látod és nem nyúlsz hozzá gondolattal és érzelemmel, úgy tisztul. Ezt hívják az iparág himalájai felében a látás általi megszabadulásnak. És erre van szükség. Az benne az ijesztő, hogy elcsapott és semmi bajom nem lett. Tehát ugye földobtam magam a levegőbe, elkapta a bal lábam, rá... Gördült, Én raktam össze, ami történt, meg főjelentette az autós, hogy kárt okoztam az autójában, de ami a lényeg az, hogy utána semmi bajom nem lett, és valójában az, ami mivel nincs rá magyarázat, ez ennek az elfogadása az, ami igazán folyamatosan kérdéseket dobál de, be. De lett bajod. Például az, hogy az, az a mérhetetlen vágy, hogy meg tud magyarázni, az nem csapódott ki belőled. Hm. Ahhoz mekkora ütés kell? Hm. Tehát ezért kell még itt ülnöd, hogy ez csapódjon ki belőle, hogy meg akard magyarázni. Ez a világ nem magyarázható, az elmének van egy ilyen kényszeres becsípődése. Tehát a megismerés fogalmak által normál kognitív intelligencia. Az alatt van, alapokra nem képes, nem tudja elgondolni azt, amit kell. Túlvezérlődik, mindent meg akar magyarázni. Ha kell, ha nem. Tehát összetéveszti a halászhálót a tengerrel. Tehát a magyarázat kényszeresség az, amikor magamra tekerem a halászhálót. Amikor rendesen halászok, ha még van hal az adott tengerrészben, akkor a bölcsesség által ki tudom fogni a tanulságokat. De ha az egész kell, akkor le kell tenni a hálót, és be kell ugrani a tengerbe. Tehát a gyána, csanna, szon, zen, az leteszi a halászhálót, ez a nem tudom, ez a ne gondolkodj, alapmondat, ha át akarsz jutni a zen kapuján, ne engedj a gondolatnak. És ekkor az elmélyedés, az egyévvállás az az, amikor a csepp visszatér az óceánba, és nem pedig a hidrológus gondolkodik a h 2 o Nagyon más és hogyha visszatérsz az óceánba, akkor az óceánnál válsz, ez a szamádi, az ellobbanás. Erről éneklünk naponta legalább háromszor. Miért van erre szükség? Mert az az érdekes, amit az elmével, a tudatos elmével te megmondasz a lelkednek, és el is hiszed, az lesz. Úgyhogy a trauma addig ismétli önmagát, amíg teljesen tudatossá nem válik és a teljes tudatossághoz a polaritások relativitásának, teremtettségének a belátása kell, és az, hogy levedd az, hogy ez jó volt vagy rossz volt. És úgy lásd a maga ilyenségében, ahogy az van. És ekkora helyére kerül. Onnan tudod, hogy a helyre került, hogy többet nem jelenik meg. Amíg megjelenik a tudat felszínén, valami dolgod van veled, az Istenért ne gondolkodj róla. Jó? Köszönöm szépen. Szívesen. Már sokszor uh, szó esett arról, hogy uh, a gyakorlást azt folytassuk templomon kívül is. Ha hogy mi lenne az általánosan minimális, amit uh, itt, mint gyakorlóként elkezdtünk itt, de viszont otthon tudnánk folytatni. Feltételezvén, hogy egy órával korábbra be tudjuk állítani az ébresztést, én javaslom a 108 leborulást reggel, ez egy átlagos fizikai készültségű ember meg tudja csinálni. Utána három rövid éneket, a koreai szívszutrát, magyar szívszutrát, nagy együttérzés, Dáranit. És utána pedig 30 perc ülést az adott módszerrel, amit a tanítóval kidolgoz az ember. Az egy óra, ez a mentális fürdőszoba, a mentális szervíz, a beállítása, a centernek, az érzékszerveknek, az képek letisztítása, megérkezni tényleg a reggel pillanatába, és akik készülten, felkészülten mennek ki az életbe, azok kevesebb hibát vétenek. Tehát az ennél nem az elérés csodálatosságát tapasztalod, inkább azt, hogy hullanak le rólad a rétegek. Nem a tökéletesség eufóriájában elsz, hanem azt látod, hogy kevesebb hibát vétesz. De nem magyarázod, méricskéled, meg elemzed, mert az már maga hiba. És megosztja megint a figyelmet, és így növeli a hiba elkövetésének veszélyét. Úgyhogy este ugyanez. Ha valakit nagyon felpörgetne a leborulás, akkor este nem kell csinálni, de a hármat akkor is, és a harmincat akkor is. De hogyha nem pörgeti föl az embert nagyon a 108, akkor este is érdemes, mert ahogy ezt a bevezetőben mondtam, olyan karmikus terheltséggel bírnak most az emberek, hogy akik valamilyen tisztító gyakorlatot, valamilyen advajta típusú utat nem gyakorolnak, azok összeroppannak a súlya alatt. Honnan látod, hogy a reaktív tudatot teljesen kontrollálatlanul üzemeltetik? Nem is érzi. Már kimondta. Már gyűlöl, már haragszik, már erőszakos, már projektál, már panaszkodik, már kivetít, minden, minden csak kifelé, semmi sem befelé. Tehát nagyon gyengék a tudatok, nagyon erősek, uralom nélküliek a reakciók, és nagyon sok a szenvedés. És a jó hír az, hogy ennek nem kell így lennie. Ez senki és semmi nem diktálja az emberiségnek. Ez a saját nem látásunk, a saját téves nézeteink, a saját jóra és rosszra szakadt nézeteink a saját szenvedésünk. És ha ettől meg akarunk szabadulni, megvan a szenvedés oka, megszüntetése és a megszüntetés útja csak csinálni kell. Csak haladni kell. Következő kérdés. Már többször elhangzott az a kérdés, hogy hogyan hozok jó döntést, és mindig az a válasz jön, hogy láss tisztán, haj tisztán. És azt szeretném kérdezni, hogy hát, hogy ez mit jelent abban a pillanatban, hogy én tisztán látok, tisztán hallok, hogy én nem csak ezt, szóval, hogy türelmetlen vagyok esetleg abban a pillanatban, és azért látom úgy, ahogy. Milyen színű ha. a padló? Barna. Akkor tisztán látsz. Mit hallasz? Hogy beszélsz. Most éppen nem. Hm. <laughs> az ember az érzékszervi valóságot használja már fel arra, hogy amit olyan jól láthat kívül, mert az eget, a fát, a tücsköt azért könnyebben fogjuk föl, mivel tárgyasítható és látszag rajtunk kívül van, mint a belső folyamatainkat. Tehát ha tisztán látsz és tisztán hallasz, csiripelnek a tücskök, alkonyodik. Akkor esélyes, hogy a belső gondolat és érzelemvilágot is meglátod. Tehát a zen nem illúziónak fogja föl a külvilágot, hagyományos régi aszketikus becsipődés, hanem olyan konkrétnak és teremtetnek, mint a belső világunkat is. Ugyanarra a sófra jár, mint a kettő. Ha megtanulsz kívül tisztán látni, előbb-utóbb belül is. Ha belül megtanulsz tisztán látni, előbb-utóbb kívül is. Ugyanazt a darmát követi minden karma. Oké? Okay? Tehát a Csaklás című költemének a kedvenc része az, amikor az emmester főtartja a botját. Látod? Hallod? Már tisztán látsz, már tisztán hallasz. De amikor ezt így meghallottam először, akkor tudtam, hogy jó helyen vagyok. Zéró bullshit. Saját szemeddel, saját füleddel, saját lélektudatosságoddal. Mit látsz? Mit hallasz? Mit érzékelsz? Tehát ez az, ahol az autonómiádat nem hogy nem veszik el, hanem erősítik, sőt, az énség illúziójából is segítenek fölébredni. Na, ez az, amit hallottál, ugye a bevezetőben, hogy ezüst tárcán ide van téve elénk. És van, akinek még ez is részint kevés, részint sok. Kevés, mert nincs mit rajta fogni, gondolkodni, és sok, mert hát félre kell tenni a véleményt, és követni kell a helyzetet, lenyomta az Enter gombot, és jelentkezett. Ugye? És akik korábban elmennek, akik föladják és szó nélkül eloldalognak, azok pontosan ezt tették, Szerencsére nincs sok ilyen. Előbb-utóbb mindenki belátja, hogy ez miről szól. De aki nem, az mufurcan magába fordulva, panaszkodva, mutogatva, ne ez nem jó. Édes drága bogaram, mi nem jó? Mi a hiba? Hol látod a problémát? Már egy ilyen beszélgetés tanítóértékű tud lenni, aztán van, aki vállalja, van, aki nem. Úgyhogy lást tisztán, haj tisztán. Az érzékszerveket fölhasználjuk arra, hogy az úton haladjunk, és nem akadálynak tekintjük. Oké? Okay? Köszönöm. Szívesen. Van-e olyan, hogy valaki tisztán lát, de csak az életnek mondjuk az egyik aspektusát? Nincs. Tehát, hogy Nincs. akinek jól működik... Olyan sincs, hogy jól működik. Olyan sincs, hogy tisztánlát. Olyan sincs, hogy aspektus. Csend sincs. Hallom. Na most kezdesz fölébredni, folytasd. Szóval, van, akinek jól működik mondjuk az anyagi világa. Nem működik, mert megint nem magadról beszélsz. az később jön. Na, folytasd. Mi a probléma? Tehát feltehetem akkor ezt a kérdést? Nem. Jó. Következő kérdés. Juszef, ragaszkodsz a szavaimhoz. Egy eszem első szemében. Nincs általánosítás, nincs rendszeralkotás innen, ami van, ami a tiéd. Azt akarom hallani. Miért van az, hogy másnak a hibáját gyorsan észreveszem? Azt is, hogy hogy tudná másképp csinálni, és a sajátomat mégsem. Ez most a legfontosabb kérdésed? Most ezt szeretném megkérdezni. Akkor erre kapsz választ. Mert a másik hibáját észrevenni könnyebb, mint a sajátunkat. Ez a szálka és a gerenda közti együttható. Az önképvesztesség a legfájdalmasabb. Most erről én beszéljek neked, tehát ezt nagyon jól tudod. Rengeteg ilyenen keresztül ment, és azért is ülsz itt, mert kellő őszintességgel és nyitottsággal bírsz ahhoz, hogy ne hidd el az egódnak a rángásait, különböző képalkotásait. Magyarul a saját hibáidból már többet láttál, sem, hogy mindig a környezetre hárítsd a felelősséget és ez a nehéz, hogy ne a környezetet okold azért, mely ilyen vagy amilyen, hanem a saját teremtésedet vedd észre. Most mit mondok, most mit teszek, most mit érzek, most mit gondolok, most mit gondoltatok, most mit éreztetek, most mit mondatok ki, most mit műveltetek mással, oda-vissza. Na ez vagy te most ebben a pillanatban, meg én is, meg mi mindannyian. Nincs más identitás. Az összes többi a múlt, a jelen és a jövő látképe egyfajta vélemény műholdról. Ahogy akarom magamat meg a másikat látni, de nem úgy, ahogy vagyunk. na a másik kérdés ugye nem csak az, hogy mit hallasz most, meg mit látsz most, mit csinálsz most. Van egy kónunk, és az egyik gyönyörű kérdés benne az, hogy az egész világ vairócsana a buddha teste hol találod meg igazi önvalód? Na hol? És még? Aranyszínű a butha. Nagyon jó. Nagyon jó. De ebből keletkezett egy házi feladatod. Mielőtt bebábúzódott volna, hernyó volt. Miután kibújt a bábból, lepke lett. Minek neveznéd? Lepkének vagy hernyónak? És még? A többit az interjú szobában. Mert ez még nagyon sok embernek házi feladat lesz. De tudod, hogy az igazságból következik a működés, oké? Okay? Ezért kaptad házi feladatnak. De Senkinek a játékát nem veszük el. Oké? Okay? Rendben, köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? Az én kérdésem az lenne, hogyha ö, rajta kapom magamat, nem pont abban a pillanatban, amikor túl vagyok rajta, vagy utólag látom, hogy valamit projektálok, akár egy régi sebet, vagy egy téves gondolatot, bármit. Te ilyen vagy, hogy rajta kapod magad? Hát akkor nem, vagy amikor már kicsit később vagy sokkal utána. Tehát van egy ilyen rajta kapom magam feliratú kommandó belül, így megfogja az egyik elmetartalom a másikat. Így van. Ne röhögj, te is ezt csinálod. Te is rajta kapod magad. Igen. És hogyha látom ezeket a példákat, hogy úgy szépen így a gyöncsor az úgy fel lehet már fűzni, vagy fel is lehet akasztani, akkor azt. Ö amikor látom, hogy ugyanezt csinálom már megint, és mit lehet tenni, hogy ne szippancsom be, vagy mentálisan, vagy lelkileg, meg el se meneküljek, meg kompenzáljam túl. Erre kell a házi zembot. Tehát kérsz tőlem egy zembotot, amit odahaza leteszel a házi oltára, és amikor ez megtörténik, amit most mondtak, akkor megütöd magad 30-szor. A buszon is? a rajta kapásnak a csimbora szója, amikor megütöd magad 30 szor. Az összes hülyeség elmegy, biztos lesz benne. Tehát a nagy hülyeség megeszi a kis hülyeséget. Most pont ez történt. Mindent félretéve, ilyenkor gyere vissza a pillanatba és a tantienbe, és lásd azt, hogy amit az elmeit harákol, mint karma és rajta kapás, az mind-mind illúzió, ugye, hogy van. Régen a cirkuszokban volt a birkózó törpe című szám. Ez egyik ilyen kiáraton át így bejött egy piros törpe, meg egy ö, kék törpe, és ezek így állandóan így birkóztak, és így mentek jobbra, balra, és de így ekkora volt az egyik, akkora volt a másik, össze voltak kapaszkodva, nem tudták egymást legyőzni, és hajlottak jobbra, balra, és ilyen gyönyörűséges kis hangokat játszottak be hozzá, és mindenki nevetett, és nem értett, hogy ez a két törpe most, most, most mi lesz? Melyik győzi le a másikat? És egyszer csak a poront közepére értek, és az artista fölállt a hídból. Egy ember volt hídban, jelmezben. A két fejút volt, volt a pocsakján. Felül piros, alókék. Ennyit a rajta kapásra. Köszönöm. Szívesen. Egyéb kérdés? A házi oltáron mi kell legyen? Kell egy butha. Ez lehet nagyon sokféle butha. Lehet kőbutha, lehet fémbutha lehet fabutha, és lehet zéró És a nem butha az a legjobb. Tehát Botidarma kilenc évet ült a fallal szemben nem volt oltárja. Nekünk kell, ő már úgy ment oda, hogy azért neki már nem kellett. Tehát valami, ami a meghaladó bölcsesség szimbóluma megtestesítője számodra. Van egy szép vörös réz, akkora, ilyen araszos. Az nagyon jó. És akkor kell rá gyertya, ha lehet füstölő, víz és némi felajánlás. Tehát az öt elem így szépen képviselve van, hogyha az oltárnak van három szintje, nagyon jó, de ha csak egy szintje, az is rendben van. Viszont le kell tudni előtte borulni, hiszen ez az önvalódnak, a buddha természetednek a tudatosan teremtett külső kivetülése, a tárgyasítása. Nem egy tárgy előtt hajolsz meg. Az önvalódat emeled az önképet fölé. Mindig, amikor tiszteletet adunk, egyrészt a történelmi butháknak, pátriárkáknak, előttünk járó tanítóknak, akik idáig eljuttatták a felébredést tanát, illetve a mindannyiunkban jelenlévő buddha természetnek, amely a felébredés képessége. Ez az önvalónk szikrája vagy kezdeményi tapasztalata. Ugyanebben a versben, ahol a lástisztán, hajtisztán kérdés van, ott van egy olyan mondat, ami hát nyugaton így az intellektusok nagy részét a földhöz veri, hogy megszerzett tudás nélkül már teljes vagy. Ez nem azt jelenti, hogy tanulás nélkül mindent tudsz. Nem. Hogy a teljesség, a lényed teljessége, a lényeg tapasztalata, az nem tudásfüggő. Az artikulálása, átadása, kommunikálása már igen. De ott is csak részben. Részben függ a fogalmaktól, részben függ a beszédtől, kis részben, de függ. Tehát a nem fogalmi bölcsesség, a világgal való egyéválás, igazi önvalókba való beleolvadás, ez mind ugyanaz a tapasztalás. És ezért kell az oltár, hogy ezt valahol tárgyasíthassuk, és a legmagasabb helyre tehessük magunkban. Miért? A cselekvés mindent visz. A cselekvés erősebb a szónál, sokkal erősebb a gondolatnál. Tehát ha meg tudod tenni, ha formát és funkciót tudsz neki adni, akkor meg is történik. Ez nem önszuggesztió. Ez nem bebeszélés. Ez tudatos cselekvés, hogy alakulját, alakulját, a végtelenségig képesek vagyunk az átalakulásra. Jó? Köszönöm. Szívesen. Melletted? A meditáció alatt ugye itt, mikor itt többen vagyunk, van, egy, van két szélső sor és egy középső. És hogyha így bentülök ülök középen, akkor azt érzem, hogy a mögöttem ülő embernek így nagyon érzem az energiáját, és van, hogy ez ilyen érzeteket vált ki, hogy így bizsereg, vagy zsibbad a mákasomnál, vagy nem tudom, és hogy ez így jó-e, hogy én csinálok valamit nem jól, vagy hogy ezt Szerintem hogyan a, a szélére. <laughs> Hogy Azért is gyakorlunk így tartottak. együtt, mert hogyha szélenül ülsz, meg a melletted ülőből lehet érezni ezt az egészet. A lényeg az, hogy szándékosan ülünk ennyire közel egymáshoz, hogy ne tudj elmenekülni. Tehát, hogy mindenképp jelenlétben légy. Egyrészt bírd ki a másikat, mert ha nem csak ilyen bizsergés jön, egészen, egészen komoly borzalmak tudnak így megjelenni. Tudod, hogy nem a tied, de megtanulsz tolerásnak lenni, megtanulsz nem panaszkodni, megtanulsz nem odavágni, nem belebökni, nem megfogni a fülét, ugye? Tehát ezek így, ezek a reflexek, ezek mind-mind szépen elcsitulnak, és te toleráns, kezes, bóthiszatva bárány leszöl papíron. Egyébként, egyébként, itt bent. Tehát látod a saját reaktív tudatodat, érted? Ez a tréningnek az egyik legfontosabb dolga. Remetteként viszonylag könnyű. Te el kell viselni a másikat, aki ott szuszog melletted, az egy nagyon komoly nagy jármű mahajána gyakorlat, hogy nem a kis járműnek a kis ö, egyszemélyes drónján ottan lovagolsz, hanem egy hatalmas nagy buszon vagy, ahol mindenki az utas térben van, és együtt kell tudnunk működni. Ez az együttműködés, együtt létezés, együtt rezdülés, ez a tréningnek eszenciális része. Nem elhanyagolható. Amellett, hogy az ember is vannak szóló elvonulások. Mikor? Jó pár év csoportos gyakorlat után. Ezeket a rétegeket, ami a saját reakciónk. Benned most ez nem volt erős, ilyen energiabizsergés, meg egyébként. Nincs ezzel baj, csak ezt ugyanúgy el kell tudni engedni, mint minden mást. Tehát visszahozod magad a tantiembe, ha jól csinálod, ott semmilyen rezdülés nincs. És van olyan is, csak hogy a pozitívumát is ecseteljem a csoportos gyakorlásnak, hogy van egy ilyen gázrózsa érzetet, hogy te vagy az egyik kis lángocska, aki a gázrózsából így megjelenik, és egy bizonyos tisztaságú és intenzitású gyakorlat esetén a közös energiaszint megemelkedik annyira, hogy érzed, hogy ez így körbe ment az égő rózsáján az összes kis láng így kigyulladt, és te ülsz ebben a tűzkörben, vagy energiakörben. Ezt most ne keressed hónap reggel. Akkor mondja, szúnyim, szúnyim. Nem ígértem semmit. Tehát vagy bejön, vagy nem. De ha bejön, akkor ez azért van, mert végre nem egymás különbségeit érzékeljük, hanem a lényegnek az energetikáját, és akkor ez az, ami az egyéválás tapasztalata a szanga csoportos gyakorlatában. És ez az, amitől mondjuk az együttérzés vagy a nem fogalmi bölcsesség tud működni. Ez az a kapcsolat, amin keresztül akár szavak nélkül is megérthetjük egymást. Így. Enélkül a közös tapasztalás nélkül igazi bizalom sincs. Oké? Tehát ilyen is van. Aztán van olyan, hogy a másik hülyessége bizsergeti a hajszáladat. Van ilyen, persze. Egyéb kérdés? Köszönöm. Szívesen. Volt arról szó, hogy napos szinten hogyan gyakoroljunk. De úgy gondolom, hogy a templomba is el kellene jönni, zen központba is egyéb hasonló. Erre esetleg tudnál még valamit mondani? Igen, ez egy nagyon jó meglátás. Magam is azt láttam, hogy akik hosszú távon képzelik el a gyakorlatot, azok otthon, per a kis csoportban, illetve a nagy csoportban gyakorolnak. Otthon, ha egyedül, ha párosan, ha családosan, akkor úgy. Hogyha ez stabilá válik, akkor előbb-utóbb ott helyben is egy kis zencsoport indul, ahol mondjuk átlag hetente egyszer találkoznak, van ahol már kétszer. Volt olyan is, hogy két éven keresztül egy adott csoport két hetente találkozott, és úgy is működött. A heti egy az optimális. És akkor rájössz, hogy igen, szükség van a templomi gyakorlatra is, és ez a három együtt úgy látom, hogy hosszú távon meg tudja alapozni a zen útján való haladást. Akik ezt a hármat nem gyakorolták, azok valahol így letértek és valami mást választottak. És ez nem pusztán forma kérdése. Tehát az egyéni, a kis csoportos és a nagy csoportos, az három szögből mutat. Három oldalról kapja a fényt a karmád. Nagyon kevés árnyék marad. És amikor azt látod, hogy valaki az egyiket szereti, de a másikat nem, akkor ott van egy önvédelmi fal. Akkor azt a szöget nem akarja látni, abból nem akar semmit észrevenni. Van, aki egyedül úgy te, kiderül sufni az egész, és az egyéni gyakorlatban csak a véleményét gazdagította, csak még jobban meggyőzte magát, hogy neki igaza van. Próbálja ezt meg egy 35 fős tíznaposon az első nap véres torokkal, amit ja, hát én nem ezt akartam, meg itt ez nem működik, és én nekem itt bajom van. Igen. Azért, édes barátom, mert a véleményedet senki, de senki nem visszhangolja, senki nem veregeti a válladat, hogy te milyen jó csávó vagy. Semmi ilyesmi nem történik. A nagy az a dolga, hogy benne te eltűnj, a szó legpozitívabb értelmű, és a melletted ülő is eltűnik benne. Egyáltalán nem számít, hogy te ezt most minek gondolod. Válja részévé, ha akarsz, ha nem, nem, semmi gond, de csináld. Csináld, és ne gondolkodj a hülyeséget. Úgyhogy nagyon fontos mind a három. Vagy csoportba így csináljak, föl kell, ugyanúgy, de ha már egyénileg kell gondolkodni, akkor elustulja, nem kell föl, stb. A helyi kis csoportos az, azt teszteli, hogy mennyire vagy a gyakran látott gyakorlótásokkal szemben véleményalkotó. Én ezekkel, majd a nagyba, majd a templomba, az az igazi, de én ezekkel nem ülök le. Oké. Okay. Akkor már most buktál. Nagyon nagyot. Jó, tehát mind a három valamit ad, mind a három valamit elvesz, de mind a három láttat. És mind a háromra szükség van. Oké? Okay? Visszatérve az előző ez Mi történik akkor, hogyha a valamelyik csoport az nem létezik körülöttem? Létre kell hozni? Kivál. Még egy rakás emberrel. Jó. Ennek megvan a módja. Tanítót körbehordozzuk, mint a véres kardot, és lesz egy csoport belőle. Köszönöm. Szívesen. Na még egy-két kérdés, ezt megyünk aludni. Kinek van? Bár én úgy gondolom, hogy érzelmileg nem vagyok egy túl heves személyiség. Mégis arra kellett rájönnöm, hogy a legnagyobb bukfencet az életemben, akár a kohan interjún, akár kint a valóságban, mégis az érzelmeim okozzák. Tehát nem a gondolkodás vagy nem gondolás, azzal is van nyilván munka, de sokkal-de sokkal nagyobb problémát okoz a hát igen, tehát az érzelmek. És most utóbb leginkább az, amire én azt gondoltam, hogy hát ez ez nem jellemző, de, de pedig nagyon is, hogy baromi nagy az elvárás magammal szemben nagyon nagy görcsöt okoz de olyat, hogy tetőtől talpig. Tehát. Tudod, hogy Nagy Sándor mit csinált a Gordiusi igörcsel. Igen. <laughs> Elvágta egy mozdulattal, úgy, ahogy van. Ezt javaslom neked is. Már észrevetted azt, hogy az értelmed áramvonalasítja az érzelmeidet. Tehát a legkisebb légellenállású autó is tud hatalmas balesetet okozni, ha beleszalad valamibe. Úgyhogy ö, vigyázz az érzelmeid irányításával. Mert amikor az első mondatát mondtad a kérdésednek, akkor egy picit belül így felkacagtam, hogy ennyire nem látja a saját érzelmeid, de aztán kiderült, hogy igen. És ez nagyon jó. Tehát vigyázzunk, mert a testet és a lelket, illetve embert és embert leginkább az érzelmek és érzések kötnek össze. Én javaslom, hogy az érzelmeid kapcsolati erejét mutasd meg magadnak. Hogy az érzelmeiddel mit tudsz kezdeni igazából emberek között, magad és a másik ember között? Mert itt csapódik le az, hogy valójában ki vagy. Hogy érzed magad? Másodlagos. Hogy érzed a másikat? Sokkal fontosabb. Milyen érzelmeket keltesz a másik ember és magad között elsődleges? Na hát itt pont ez az egyik probléma, hogy én azt gondolom, hogy bár én megint egy téves nézet, tehát hogy alapvetően nem tartom magamat egy állva embernek, tehát ha kell, beleállok dolgokba, de mégis azt vettem észre, hogy az emberi kapcsolatokban ilyenkor egy, egy légüres teret hozok létre sokszor. Inkább. És ennek mi a következménye? Hát elszigetelődés, gondolom. Kiürülés és elszigetelődés. Uh -huh az életvállalása az konfliktusok vállalása. Ha jól csinálod, akkor a konfliktusok között egyre hosszabb a boldogságos időszak. Ha rosszul, akkor a konfliktusok egymást érik, tehát a boldogság teljesen eltűnik. Hát harmónia és diszharmónia váltja egymást. De ha nem vállalsz konfliktust, akkor az életet se vállalod. Fordítva, ha mindig ezt a teret, ezt az ürességet teremted meg, akkor meg fogod haladni az életet és a halált, ha jól gyakorlod. Egyébként csak sivárság van, csak távolság van, csak a biztonsági zóna van, ahol nincsen semmi és senki, mert a túloldalán van a másik ember, és nem jut el hozzám, de én sem jutok el hozzá. Tehát hol derülnek ki a legborzasztóbb egó problémák az intim kapcsolatokban? Most az az érdekes, hogy, vagy lehet, hogy ez kicsit paradox, de nincs életben tehát a közösségben, ahol mozgok, ott szerintem eléggé fölvállom a konfliktusokat. Tehát, hogy, tehát nem azt mondom, hogy egy megmondó ember lennék, mert azt azért nem, de, de ha van valami, akkor, akkor azt így mondom, jelzem. Viszont ez valahogy más. Azt hiszem, hogy biztonságra törekszem, és ha nem érzem magamat abban, akkor hogy van ez? Meghagylak az önreflexió mosolyában, hiszen nem kérdeztél most semmit. Ja. Hogyan uraljam az érzéseimet? Így. Csak így, ahogy most. Úgyhogy rám nézel, szembenézel velem, illetve az adott emberrel, aki azon is pontosan érzed, hogy mit mondasz, azt milyen érzelmekkel töltöd meg. Ahogy most uralod, úgy kell azt is. Oké? Okay? az, hogy mi most zen gyakorlók lehetünk, vagy én itt lehetek, az egy hozott karva, tehát lehet, hogy már az előző életemben is jártam ezen az úton, vagy pedig Mindegy, amilyen... ide jutottál. Vagy nincs jelentőség a lényeg, hogy itt vagyunk. Nincs jelentőség a lényeg, hogy itt vagy. És akkor van esély, hogy a következő életben is gyakorolnak. Hát, fogok. ha ezt akarod. Ezt, igen. Akkor meg is fogod teremteni. A fogadalmaink visznek valójában a következő életbe, és a traumáink egyaránt ezt onnan látod, hogy mi az, amit válasz az életből, és mi az, amit házi feladatként muszáj. Minél tudatosabb vagy egy adott inkarnációban, annál kevesebb házi feladat marad a következőre. Innen lehet látni, hogy valójában mit tettünk korábbi életeinkben. Azt is, hogy mások mit tettek, de most ne azzal foglalkozzunk. Minél több kényszert tapasztalsz magadban, annál több befejezetlen karmád van és átlátatlan karmád van minél inkább vállalásnak éled meg az életet, annál tudatosabb voltál, vagy és remélhetőleg leszel is. A tudatos döntéseink, amikor megfelelő belátáson alapszanak, akkor irányvételé tudnak szilárdulni, az irányvételt a fogadalmaink jelölik. Ezért mondjuk el őket minden nap. Azért, hogy ez legyen a legerősebb. Ez vezéreljen, ez védjen, ez vigyen a megfelelő irányba. Ha nem, akkor csak egymásra dobált karmáknak a vektorait nagy nehezen egyesítjük, hogy most éppen mit akarunk, aztán holnap már valami mást, aztán nem tetszik, aztán más tetszik, aztán nem így tetszik, aztán meghalunk. Ennek itt túl sok értelme nincs. Úgyhogy az ezerszem is kész benne van a tíz nagy fogadalom, ami nem egyenlő a botiszatva, vagy öt, vagy tíz vagy egyéb fogadalmakkal odakint. És ennek része az, amit most mondok, hogy fogadom, hogy emberi testben születek újra, fogadom, hogy megtalálom a tanítót, fogadom, hogy megtalálom a tanítást, fogadom, hogy megtalálom a tanítványi közösséget, fogadom, hogy elérem a felébredést, fogadom, hogy önszántamból szabadítok meg minden létezőt. És ez az, ami szerintem egy tudatos embernél nem mellőzhető. Nem mellőzhető, mert amit gyakorlunk, az túlmutat életen és halálon. Tehát minden inkarnációban, amit emberként élünk, érvényes. Emberként, akárhol legyünk, nem fogjuk lényegileg másként tapasztalni a világegyetemet, mint most. Ugyanezek az érzékszervek, ugyanez az agy magaddal hozott karma és környezet kölcsönhatása. Tehát ne várj nagyon mást. Annyiban lesz más, amennyiben te megváltozol. De a környezet, te, a kölcsönhatás, a működés, a működés törvénye, ez nem fog. Ha más birodalmakról beszélünk, az érdektelen itt. Az teljesen mindegy, isteni, állati, egyebek, nem fontos most emberként ne várj mást. Ezért kell ezen dolgozni, hogy legalábbis érdemes. Jó? Köszönöm. Szívesen. Utolsó két kérdés, ha van. Bodhidharma, miután meghalt, a könyvbe írja az egyik könyvben, hogy rá három évre megjelent újból, hogy tudnál -e erről mondani valamit? Nem voltam ott, sajnos nem tudom lényegtelen, hogy Bóthi Dharma mit csinált, miután a kőkóposóban találtak egy szandát. Az biztos, ezt leírták a dinasztikus krónikások. Amit előtte csinált, na, az a fontos, az elég konkrét. Kérdésem hozzád, miért ült kilenc évig a fallal szemben Bóthi Dharma, a Shaolin Kolostor egyik barlangjában? És még akkor lehet, hogy neked is kilenc évig fog tartani. Érted az egyet, de nem érted a kettőt. Tehát ne veszítsd el a szemedet, a füledet, és a többi. Tehát a feltámadás, vagy a test újrafelvétele, más szóval, az nem a mi főcsapás irányunk. Rengeteg ilyen van a malszitháktól kezdve a taoista remetékig, a jogikig, keleten ez a gyakorlat elfogadott mellékterméke volt, amit itt nyugaton ilyen csodáknak tulajdonítanak, az kint egy megemelkedett energiállapot és egy nagyon letisztult tudat természetes velejárója volt, 270 fok a zenkörön. Igazából nincs sok beszélni való róla. Akinél ez megjelenik, annak is túl kell lépnie rajta. Ha megreked a szabadság birodalmában, akkor nem tud felelősséget vállalni ez a csapda a 270 fokon. Hogy nem tud a 360-ra visszatérni, mert a hatalma a jelenségek felett a mágiája annyira erős, hogy belesüpped a mágus egóba. És ezért nem tud normális hétköznapi ember lenni. Buti Dormánál ez a veszély nem állt fönt. És hogy három hónappal, egy évvel vagy három évvel a szandál kőkopposóban való megtalálása után találkozott vele a birodalmi futár, ahogy az ment vissza a birodalmi fővárosba, és Bóthidarra ment vissza Indiába. Teljesen mindegy. Mitoszokban nagyon-nagyon jók vagyunk. Az ember olyan narratívákat gyárt a saját létezéséről, amelyek egy százaléknyi alapja sincs, és csak azért gyártjuk, hogy legyen valami közös történet. Valami közös mítosz, amiben mindannyian hiszünk. És a múlt az arról ismerszik meg, hogy elmúlt, és nem voltunk ott. Jó? És ne ettől a narratívától tegyük függővé a gyakorlatunkat. Hogyha Bóthidarma egy sima hangvasztással eltávozik, akkor is a tanítása penge éles. És ultra üveghangra ki van húzva. Úgyhogy a tanítását sajátítsuk el. Mert az, hogy egy bottal a vállán és egy szandállal a boton szépen ment vissza Indiába, még akkor is, ha így van, ez rajtunk úgy különösebben nem segít sokat. Az segít, hogyha az ő tanítását teljes mértékben megtapasztaljuk. Ez a pont, ez nem függ élettől, halától és szandától. Jó? Köszönöm. Szívesen. Hogyha ilyen sok szenvedés van a világban, akkor miért vállaljunk gyermeket? Azért, hogy esélye legyen felébredni és segíteni másoknak. Köszönöm. Szívesen. Beszéltünk arról, hogy az erős monasztikus irányzatok, azok tényleg a születést hibaként írják le a téravádában, csak ez van. És a Mahajánában ugye a buddha természet tanítása, ami univerzális, az úgy kiterjeszti a felébredés lehetőségét a világiakra is, de a karmának a mélyebb meglátása az egyetlen, ami a te világodat úgy egységesen mutatja, és nem darabokra szakít, vagy ez jó, ez meg rossz. Azzal, hogy felvállaljuk az életet, felvállaljuk a halált is. Nincs kivétel. De csak inkarnálódott állapotban tudsz karmát meglátni és módosítani. Ha nem inkarnálódsz, fönn vagy a felhőben és kész. Érdemben nem tudsz a karmádon változtatni, mert nem születtél le, nincs szemed, amivel láss, nincs füled, amivel haj, nincs elméd, amivel gondolkodj, nincs szíved, amivel érez. Tehát ahhoz, hogy újra állíts azon a hollanderen, villás kulcs kell, francia kulcs kell, svéd fogó kell, mindegy, hogy minden de meg kell tudni fogni, hogy meghúzd vagy lazítsd. Inkarnálódott állapotban teremtett karmát csak újabb inkarnáció által lehet meglátni, eltörölni, újra teremteni. Ezt jegyezd meg. Tehát, hogyha te lehozol egy lelket, és adsz egy egészséges testet neki apukával együtt, és egy normális neveltetést, akkor egy Léleknek megadtál egy testet, és a felébredés lehetőségét az élet és halál kényszerű körforgásából. Ezt tetted. Jó? És kívánom, hogy sikerüljön. Köszönöm. Nagyon szívesen. Kívánom, hogy mindannyian járjuk együtt az utat, gyakoroljuk azt a bölcsességet, amely meghaladja az életet és a halált. Azért, hogy vállalni tudjuk az életet és a halált. És amilyen mértékben felébredünk ezen közben, oly mértékben tudjuk megszabadítani másokat és magunkat egyaránt a szenvedéstől. Köszönöm a figyelmet!